A számítógép tábból készített tápegység lehet, hogy valakinek nem annyira tetszetős, vagy jobban preferálja a kész megoldásokat. Tápegység már pedig kell. Ezért nézzünk meg egyet a Minleaf palettájáról, konkrétabban az NPS 3010 W típusút. Rengeteg különféle tápegység található a piacon, és ember a talpán az, aki egyből ki tudja választani azt, ami árérték arányban a legjobb. Ezért csak úgy rábögtem egyre, és most megnézzük, hogy mennyire használható. Saját márkás kartondobozba csomagolják, melyen egy cetli árulkodik a tartalmáról. De csak DC tápegységként hivatkoznak rá, így ha nem labor labortápegység, nem lehet beleköpni. Van itt egy QR kód, ezt leolvasva egy Banggood linket kapunk. Nem annyira szeretem, amikor egy márka mögött nincs legalább egy weboldal, de nézzünk bele a dobozba kapunk egy másfél méteres tápkábelt, ami a szokásos kínai tápkábel. És mellékelnek hozzá egy 70 cm-es krokodilcsipeszes vezetékpárt villással a csatlakoztatáshoz. A használati utasítás és a kis kártya szinte ugyanolyan, mint a Blitzwolf esetében. Sőt, még a hátulján az elérhetőség is ugyanaz. Az utasítás nem túl hosszú, de a lényeges dolgokat azért összefoglalták benne. És akkor végre maga a táp. Két szivacs közé fogták, hogy ne sérüljön az úton. A kinézete elég korrekt, talán a szürke szín miatt, de kicsit olyan régi műszer hatást kelt. A ház fémlemezből készült, így kellően masszív. A hátulján kapott helyet a hűtőventilátor, alatta a tápcsatlakozó és a feszültségváltó kapcsoló, hiszen 115 és 230 voltos hálózatról is üzemeltethető. Alul négy gumilábban látták el, így nem csúszkál az asztalon. Az eleje színben majdnem passzoló, de legalább szépen kidolgozott szürke műanyag. Itt kapott helyet a kijelző, a feszültség és áramszabályzó potméterek, mindkettő esetében egy durva és egy finom beállításra szolgáló. Alul pedig a bekapcsoló és olyan banánajzatok, amelyeket én is szerettem volna a tápegységemre, melyeket ki lehet csavarni, és könnyedén mögé lehet szorítani bármilyen vezetéket. Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik a beállított feszültség, az áramerősség és a leadott teljesítmény. Alatta pedig az állandó feszültség vagy állandó árammódindikátor. indikátor. Nem tudom mennyire látható, de a kijelző nem az az élénk szembántó és egyértelműen kínai kijelző. Kicsit fakóbbak a hétszegmenses kijelzők, ami sokkal kellemesebb a szemnek. És nem utolsó szempont az sem, hogy a betekintési szöge szinte 180 fok. De mit is tudunk a tápegységről? Többek között azt, hogy kapcsolóüzemű. Emellett nullától 30 voltos korlátok között szabályozható a feszültség, illetve 0-tól 10 amperig az áramerősség. Ez pedig nem meglepő módon 300 wattot eredményez a kimeneten. Állandó feszültség és állandó árammódok közül is választhatunk. Ha pedig egy autóizót kapcsolok a kimenetre, a feszültségszabályzó potmétert feltekerve hallat egy kis csikorgó hangot a tekercseiből, de parázslani, majd izzani és világítani kezd. Szépen mutatja az áramerősséget és a teljesítményt is. Szóval a táp alapvető feladatát ellátja. 30 voltot ígérnek nekünk, de ezt terheletlenül túl is szárnyalja és még a feszültség kijelzése is pontosnak mondható. A két potméter pedig jól használható a pontos beállításhoz. De van nekünk áramkorlátunk is. Ez nagyon hasznos funkció lehet például megépített kapcsolások élesztésénél. Beállítunk egy áramkorlátot, ami fölé nem mehet, így biztosan nem gyullad ki a kapcsolásunk, ha valahol valami hiba van. Ehhez beállítom a kívánt feszültséget, legyen mondjuk 12 volt. Rövidre zárom a kimenetet, és beállítom az áramkorlát értékét, legyen mondjuk 300 milliAmpere. Itt sajnos nem olyan pontosak a potméterek, mint a feszültség állítás esetében. 100 milliAmpere alatti értéket csak nagyon óvatosan lehet beállítani rajta, és ha nem akarjuk elállítani, inkább levegőt sem nagyon vegyünk. Ha csatlakoztatom az izzót, és elkezdem felfelé tekerni a feszültség értékét, amikor az áram értéke elérte a korlátot, hiába tekerem tovább, nem emelkedik tovább az érték. Ha az éleszteni kívánt áramkört egy műterheléssel szimulálom, amikor a kapcsolás több áramot igényel, mint a beállított korlát, egyszerűen leold, ezzel megóva a megtáplált kütyüt. Vagy akár akuk töltésénél is hasznos lehet ez az áramkorlát funkció. Ez mind szép és jó, de ennél sokkal sarkalatosabb pont, hogy mindezt milyen pontosan teszi. Vagyis, hogy a terhelés alatt mennyire esik a feszültség. Először nézzük a műterheléssel egészen 100 wattig. Szinte hibátlan, egy-két tized csak a különbség. Viszont az ígért 300 watthoz ismét előkerül a pohárvíz és a nikrom húzalból eszkábált vízmelegítő. De ide az is kevés. Maradjon az én titkom, hogy az olajradiátor és a vasaló mellett mi minden van még rákötve most a tápra, de így már 260 wattot ki tudtam belőle préselni. A feszültség pedig továbbra sem esik jelentősen. Mivel a tápegységről beszélünk, nem lenne meglepő némi zavar a kimeneten. Tudom, illene beszereznem egy rendes oszcilloszkópot, majd talán egyszer, de egyelőre ez a kínai kit is teszi a dolgát. Az látszik, hogy nem teljesen lineáris a jel, de elfogadható a néhány millivoltos ingadozás. Ami viszont nekem nagyon nem tetszik, hogy a feszültség növelése után kicsit kileng, vagyis a kívánt érték fölé emelkedik, majd utána beáll a helyére. Ez viszont azzal kiküszöbölhető, hogyha lassan állítjuk a feszültséget. Emellett az áramkorlát esetén szintén nem egy bebetonozott érték, amit beállítunk. Ha feltekárjuk a feszültséget, nagyjából 40-50 mA-rel meghaladja, majd lekorlátoz és beáll a kívánt értékre. Ez azért okozhat némi kellemetlen meglepetést. Ha az áramkorlátozás aktív és feljettekárjuk a feszültséget, az értéke nem változik. Egészen addig még a fogyasztót le nem csatlakoztatjuk. Ezután a valós érték jelenik meg. Ilyenkor azonban nem ajánlatos visszakötni a fogyasztót, mivel az áramkorlátozás aktiválódása előtt magasabb áramerősség és feszültség is keresztül futhat a fogyasztónkon, arról nem is beszélve, hogy ha a tápot ki, majd utána bekapcsoljuk. De ez nem egy kirívó hiba, a legtöbb tápegység esetében erre figyelni kell. Emellett nem lenne rossz még egy kimenet kapcsoló gomb, mert még ha le is kapcsoljuk, a kondenzátorok azért elég sokáig feszültség alatt tartják a kimeneteket. A fémház földelve van, így ha földelt konnektorba dugjuk, akkor bizonyos fokig biztonságban vagyunk. Belül kultúráltan kivitelezett kapcsolóüzemi tápot találunk, jó kis cseng kondenzátorokkal. Bár a reklám képeken kicsit minőségesebbek szerepeltek. Viszont annak kimondottan örülök, hogy nem egy lett tápegységet pakoltak bele utána egy kis szabályzó elektronikával. A melegedésre hajlamos alkatrészek egy nagy alumínium lemezhez vannak hozzáfogatva, ami ventilátorral hűtve van és véletőleg kellő hűtést biztosít bár van benne túlhebülés elleni védelem. A front panelen találunk két potmétert, amivel a feszültség és az ármerőség kijelzését tudjuk korrigálni, ha nem lenne kellően pontos. A fő panelen is van kettő potméter, ezek feltételezem az előlapi két potméter illesztésében segítkezhetnek, vagy valami hasonló. Érdekes, hogy még a gyártó elméletileg a Min Leaf, addig a paneleken Vantec szerepel. Ami egyébként egy kínai tápegységgyár, és lásd csodát, ugyanez a tápegység az ő kínálatokban is szerepel fekete színben. Vagyis ez egy kínai táp kínai másolata, de eredeti belsővel. Melyet hasonló áron kaphatunk meg, és még a típus száma is ugyanaz, szóval gyanítom csak színben tér el. Az eddigiek alapján kezdő tápegységnek elmegy. Bár nekem nem tetszik, hogy 10-20 milliamper körüli értéket, ami mondjuk ledek esetében hasznos lenne, nem lehet pontosan szabályozni. Nem minden kapcsolás fog egyből több ampert igényelni. A másik fontos kérdés, hogy mennyire tartós. Közel maximális teljesítményen járattam néhány órát, és három óra elteltével még üzemel a táp. És továbbra is megfelelően működnek a funkciói. Míg a vezetékpár is kiállta a próbát, bár a krokodilcsipeszek rögzítésénél egy picit felmelegedett. Összességében ez a tápegység nem egy profi műszer, de szépen teszi a dolgát. Ha valaki nem akar az építéssel bajlódni, annak alternatív megoldásként tudom ajánlani, mivel ha a hiányosságainak tudatában kellő odafigyeléssel használjuk, akkor sok projekthez jó lehet. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. Ha még nem tetétek meg, iratkozzatok fel a csatornámra, a tápegység linkjét megtaláljátok a leírásban, és legközelebb ugyanitt. Addig is, sziasztok!